A 2023-24-es színházi évad pápai előadásait már tavasszal meghirdette a JMK, mostanra már tényleg a finiséhez érkezett a bérletvásárlás. Tavasszal sikerült meghirdetnünk az idei ősszel induló színházi évadunknak a bérletsorozatait, a Vojtát és a Latabárt. A Vojta bérletünk, ugye ez az esti 19 órai kezdéssel induló bérletsorozata, a Latabár az pedig a délutáni 15 órai kezdéssel. Invitáljuk is színházlátogató közönségünket, hogy ha még nem tették meg, akkor jöjjenek el hozzánk jegypénztárainkba, és váltsák meg a bérletüket az idei ősszel induló évadunkra, hiszen nagyon klassz előadásokkal készítünk. Rögtön a Vojta bérlet első előadása a Szívhang lesz. Ez október 27-én 19 órai kezdettel valósul meg. A Latabár bérletben pedig a Miss Daisy sofőrjét tervezzük első előadásnak. A Vojta és a Latabár bérlet megvásárolható a Jókai Mór Művelődési Központban, az Eszterházi Kastélyban és a Kékfestő Múzeumban. Természetesen a fiatalokról sem feledkeztek meg. A középiskolásoknak rendhagyó konstrukcióban kínálnak előadásokat. Az ifjúsági színházi évadban nagyon jól bevált az a fajta konstrukció, hogy nem bérleteket kínálunk a középiskolás diákoknak, hanem egyedileg meghirdetett előadásokat és jegyet válthatnak az előadásra. Így nem kell nekik elköteleződniük 4-5 előadásra egy bérletben, hanem amelyiket kiválasztják akár iskolai szinten, akkor jönnek hozzánk és megváltják a jegyüket. Így kezdődik az ifjúsági színházi évadunk a Valahol Európában című előadással, amelyet október 25-én 18 óra 30 perckor mutatunk be, és ez az előadásunk természetesen nyitott a nagy közönség előtt is, úgyhogy őket is szeretettel várjuk. Az idei évadban is tervezünk egy olyan érzékeny témát megpendítő előadást, amely az iskolai zaklatás témakörét járja körül. Ez egy érzékenyítő előadás. A Delta produkció színpadra állításában hozzuk ezt a darabot. Szeretnénk meghirdetni a Pannonvár Színház Én vagyok én című Petőfi előadását is, amely Petőfi Sándor személyiségét hozza közelebb a fiatalságnak. Ugyanígy hasonlóan izgalmas darabnak ígérkezik a Vörös Marti Színház Petőfi Rock című előadása, amely az első magyar rockoperaként elhíresült Petőfi Napja című előadás nyomán készült, és az előző évad tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy meghirdetjük még egyszer a Padlás című előadást a Veresegy Színház színpadra állításában, hiszen úgy tapasztaltuk és olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy erre még nagyon sokan szeretnének eljönni a középiskolák részéről és akár a nagy közönség oldaláról. Az általános iskolásoknál a felső tagozatosok karinti bérlete 3 előadást kínál. Ezt a bérletsorozatot úgy igyekeztünk összeállítani, hogy olyan darabokat hozzunk a fiatalságnak, amelyek kicsit kapcsolódnak a tananyaghoz, és ismeretszerzésre kiválóan alkalmasak, közben az ő nyelvükön szóljanak, hiszen a Toldi például kifejezetten egy nagyon híres és rendkívül színvonalas előadás, a Forte Társulat előadásában érkezik pápára. Itt teljes egészében elhangzik a Toldi szövege, és egészen modern feldolgozásban, táncszínházi műfajban. A következő előadás Héraklész és a Slep címet viseli, ez a Soltis Lajos Színház előadásában érkezik hozzánk. Itt szintén arról van szó, hogy az egész görög mitológiát megismerhetjük ebben a műben, de mindezt tárgyanimációs előadásban, ami azt jelenti, hogy egy fürdőszobai közegben káddal, mosószeres flakonokkal, zuhany függönnyel és zuhany rózsával játsszák a színészek. A harmadik előadás egy nagyszabású musical lesz, a Nagy Enyedi Két Fűzfa, a Magyarok Dal Színház előadásában. Az alsó tagozatosoknál 2 bérlet van. Kerekerdő és 7 mérföldes bérletünkben várjuk a jelentkezéseket a gyermekszínházi évadban. A 2 bérlet között a különbség csak annyi, hogy a kerekerdő bérletünket szerdai napon, 7 mérföldes bérletünket pedig csütörtöki napon játsszuk, mindkettőt 14 órai kezdettel, és mindkét bérletben ugyanazokat az előadásokat kínáljuk a diákoknak. A 2 bérlet sorozatban sok bábszínházi előadás található, de nagyon hangsúlyozzuk, hogy itt nem a kézbábokra kell gondolni, hanem ezek nagy színpadi, nagy díszletes, élő szereplős előadások, gyönyörű bábszínházi igényességű díszletekkel.
A diákbérletek iránti igényt az iskolai szervező tanároknak kell jelezni. A szervező tanárokat pedig mi arra kértük, hogy szeptember 15-éig gyűjtsék össze nekünk a létszámokat, és egészen addig várjuk a jelentkezéseket.